Jó estét kívánok a nézőknek, a Kaleidoszkóp című kulturális magazinunkat látják. Holnap után Illés napja. Évszázados népi megfigyelések szerint e napon vagy környékén gyakoriak a viharok, zivatarok. Mennydörgés idején hangoztatták, hogy Illés próféta szekere zörög. Ha netán mégsem dörgött az ég, a somogy szentpáliak megjegyezték, Illés elfelejtette, hogy a neve napja van. A népi kalendárium után nézzük a tartalmat. Tábort szervezett a Hunnia Gyermekei Íjász és Hagyományőrző Egyesület. Bartók Gábor gitárjátékát hallhatják. A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány az Olvasóban. Tábort szervezett a Hunnia Gyermekei Íjász és Hagyományőrző Egyesület. Agyagozás, fafaragás, gyöngyözés, íjászkodás és még számos élmény várta a gyerekeket. Idén több mint 60 fiatal verte fel sátrát az Ózdvárosi Strandfürdő kempingében. A felállított pavilonok alatt kézműves foglalkozásokon vettek részt a fiatalok, akik egy hétig nélkülözték a mobiltelefont, valamint az internet használatát. Zsongott a táborozóktól az Ózdvárosi Strandfürdő kempingje már a reggeli órákban. A több mint 60 fiatal a füves terület több pontját vette birtokba. Az ideiglenes szállások már korábban a helyükre kerültek, amely egy héten keresztül szolgálta a sátorlakók kényelmét. A kézműves foglalkozásokat, mint az agyagozást, a bőrözést, a fafaragást és még sok más tevékenységet a pavilonok alatt próbálhatták ki a gyerekek, a színpadon pedig a táncos lábak ropták a népzenei ritmusra. Egyetes tábor egyik célja az, hogy a közösséget még jobban összekovácsolja. 2015-ben, hogyha jól emlékszem, akkor indult ez az egész tábor egy olyan ötlet alapján, hogy annak idején a súvadásnak voltam oktatója, a rendezője, és hogyha ott meg lehetett csinálni, akkor mivel hogy az megszűnt, megpróbáltuk ezt Ózdon is megvalósítani. A programok között nagyon sok ősi mesterség szerepel, tehát itt az agyagozástól kezdve a fafaragásig dísztárgyak készítése, a kisebbekkel gyöngyözés, de textilből, gyapjúból dolgoznak, tehát nemezelés is folyik, bőrözés folyik, egy kis ilyen vadászösztönre való felkészítés, egy kis íjászkodás. Hát az oktatók azok általában helybéliek, de régi barátságok is megmaradtak, és a járságból érkezett például a bőrös oktatónk, a párjával, aki szövő, Kazinc Barcikáról érkezett a kosárfonónk, tehát azért próbáljuk itt megtartani azokat a kincseket, a számunkra a kincseket, akik még ezzel foglalkoznak. Egy közösség. Dolgozzunk együtt, együnk együtt, étkezést hajtsuk végre, tanuljunk meg egyáltalán olyan dolgokat, hogy hogyan lehet együtt élni, együtt beszélgetni, sok minden programot együtt csinálni a közösségben. Úgy beszélgettük a kollégákkal, akikkel ezt szervezzük, hogyha egy hétre kibírjuk venni a gyerekeket abból, hogy csak a telefonnyomkodás, az internet világa, és itt eltöltenek velünk egy hetet, már nyertünk. Csóka Vilmos már hetedik éve vesz részt a táborban. A mostani azért különleges számára, mert felkérték segítőnek a fiatalok mellé. A megbízásnak nagyon örült, azt mondta, a feladatot tudásának megfelelően teljesíti majd. Az idei évben segítőnek felkértek a kosárfonáshoz. A kosárfonást Judit nénitől tanultam,
7 évvel ezelőtt, amikor először érkeztem a táborba. Arra kell figyelni, hogy elég vizes legyen a vesző, hogy ne törjön, hogy ne csavarjuk meg a vesszőt, és hogy egyenesen álljon. A bőrös sátorban pedig arra, hogy nehogy elvágja valaki az ujját, úgyhogy mindenkinek segítséget kell nyújtani, és elég szép dolgokat készítenek a gyerekek. Plásztán Attila Los Angelesben él, de Ózdon nyaralt a nagymamájánál, akinek tudomására jutott, hogy lehetőség van a táborban részt venni. Jelentkezett és nagyon jól érezte magát, hiszen több mindent kipróbált és már barátokat is szerzett. Én Los Angelesből, Kaliforniából jöttem ide Ózdra nyaralni a nagymamámmal, és úgy gondoltam, hogy ide jövök a kézműves táborba itt a strandon. Nagyon sokat lehet itt csinálni, és már faragtam sokat, és bőröztem is. Itt is van egy kis, amit faragtam, és még most is bőröztem egy nyakkendőgyűrűt. Itt nagyon jól érzem magamat, mert nagyon sok gyerek van, akivel lehet barátkozni, és sokat lehet csinálni, mert van ijászkodás, bőrzés, faragás, táncolás, meg más kézműves, még más kézművességek. Én ide jöttem, mert láttam, hogy nagyon sokan voltak, és akkor már sok barátaim vannak itt, és nagyon jó tábor. A program 5 napon keresztül tartott, de az 1 hét alatt számos kalandban volt részük. Az élményen kívül pedig emlékekkel is gazdagodtak, hiszen az általuk készített tárgyakat is magukkal vihették a gyerekek. Hangosan szól a zene a tábor szélén. A Szabadszombat Táncegyüttes utánpótlás kisközössége járja a táncot a gyepen, Montvai Blanka táncoktató vezetésével. Ezzel a csoporttal, a Szabadszombat Táncegyüttesnek az utánpótlás csapatával, a Kis Szabadszombattal idén kezdtünk el dolgozni. Én lettem a csoportnak a vezetője. Nyírségi tirpák, a Bundás Bokorról és Tamás Bokorról tanulunk szlovák tirpák táncokat. A gyerekekkel nagyon élvezik egyelőre. A tanulási folyamat gyorsan megy, mindenki nagyon szereti az anyagot, vannak benne polgári, játékos részek, különösen a habszt a kedvencük, amivel mindig kezdeni vagy végezni kell a próbán, hiszen anélkül nem záródhat le egy próba, hogy ne táncolnának egy habszot. Most is nagyon meleg van rájuk, de ettől függetlenül, töretlenül élvezik itt a táncolást. Hüvelyes Solymosi Ajsa is az utánpótlás csapatát erősíti, aki már több éve visszajáró vendége a tábornak. Egész nap csak táncoltunk, meg keszkenőt hímeztünk, nagyon jól érzem magamat, már 3 éve itt vagyok ebbe a táborba, 2-szer aludtam itt sátorban, és 1-szer pedig csak bejárós voltam, és nagyon-nagyon tetszik. A táborban a gyerekek a sok játék, sport, a zene és a tánc mellett egy kis történelmet is tanultak. Számháborúban, bátorság csatában vehettek részt. Beszélgettek őseinkről, akikre máig büszkék lehetünk. Kézműves foglalkozások keretében maradandót alkottak és népi játékokat tanulhattak, gyakorolták és elsajátíthatták a magyar néptánc lépéseit. A Hunnia Gyermekei Íjász és Hagyományőrző Egyesület a jövő évben is szeretné a táboroztatást megvalósítani. A zenés percekben Bartók Gábor gitárjátékát hallhatják.
A Válaszút Komplex digitális program a sikeres életpályáért elnevezésű projekt már 5 éve segíti a hátrányos helyzetben élő fiatalok előrelépését. A tanévzáró esemény igen színvonalas volt, ahol összegezték az elmúlt időszak történéseit. A záróprogramra Molnár Ferenc Karamellis Ózdra látogatott. Megtelt az olvasó Adornyán Lajos terme a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány tanévzáró ünnepségén. A vendégeket Bakos Zsuzsanna, a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány Válaszút projekt szakmai vezetője üdvözölte. A szolgálat munkatársai végigkísérték a tanulókat a középiskoláig. A kezdeményezés célja, hogy a diákok megfelelő szakmát válasszanak és be is fejezzék tanulmányaikat. A programban 120 tanuló vett részt, amelynek első szakasza idén zárult le. Így most ez a rendezvény kicsit a búcsú pillanata is volt, ám tervek vannak a jövőre nézve is. A Válaszút program 2018-ban indult, akkor 60 hátrányos helyzetű diákot vontunk be, és 2019-ben ezt folytattuk újabb 60 diák bevonásával. A cél az volt, hogy segítsük ezeket a fiatalokat 5 éven keresztül, egy szakma, legalább egy szakma megszerzéséig, hogy tudatosan történjen a pályaválasztás, és szerezzenek egy középiskolai tanulmányt. Ezt komplex módon próbáltuk segíteni, volt egyéni módon is komplex volt, mert mentálhigiéni, pályaorientáció, szociális gondozás volt, és persze a pedagógiai fejlesztés is, ami segítette ezeket a fiatalokat, de nem csak a fiatalokkal foglalkoztunk, hanem nagyon szoros együttműködés volt az iskolákkal, szinte egy hidat képeztünk az iskolák és a szülők között, és nagyon szoros kapcsolatot ápoltunk magukkal, a családokkal is. Nem lehet csak a gyereket fejleszteni, hanem a háromnak együtt kell működnie ahhoz, hogy ez eredményes legyen. A nyitó áhítatot Pásztor Dániel, a Tiszán inneni református egyházkerület püspöke, a zsinat lelkészi alelnöke tartotta. A Királyok második könyvéből idézett igét a megjelenteknek, amelynek lényege volt az, hogy a reménytelenség mocsarából csak akkor lehet kilépni, ha tekintetünket felfelé szegezzük és az ég felé nézünk. Ne legyél reménytelen, emeld fel a fejed, nézz az ég felé. Ez már ismerős. Nézz fölfelé, emeld fel a fejed. Emeld fel a fejed egyébként büszkén is, mint az Isten gyermeke. A programon a válaszutas fiatalok is felléptek, egy zenés táncos produkcióval készültek a tanévzáróra. Én 2019-ben csatlakoztam a programhoz, de nekem nagyon sok szeretettel fogadnak minket minden nap. Nekem tökéletes, jól érzem magamat, sok újat tanulok, meg ad egy ilyen motivációt nekem, hogy szakmai képen, meg másképpen is, hogy ne lefele csökkenjünk, hanem felfele menjünk. Hogy felkértek minket a mai nap táncolni, én nagyon örültem neki, és ritkán szoktunk így táncolni, amikor meghívnak minket. De nagyon jó érzés volt, és az egyik édesanyukám volt, akivel táncoltam. Ünnepi köszöntőt mondott Nagy Gábor, a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány ügyvezető igazgató helyettese. Most egy kicsit el is búcsúzunk a fiataloktól, legalábbis azoktól, akiket 18-ba vontunk be, de folytatni szeretnénk a programot, hiszen a szeretetszolgálat elkötelezett abban, hogy az ózdi hátrányos helyzetű fiatalokat a jövőben is segítse. Most reményeink szerint nem csak köszönteni tudjuk a fiatalokat, hanem egy kicsit tovább motiválni is arra, hogy azt a munkát, amit elkezdtek a mi munkatársaink, a mentoraink, azt folytassák, és azokat a szép eredményeket, amiket elértek, akár tanulmányi eredmények, akár készségek elsajátítása kapcsán, azt tudják folytatni majd a jövőben is. 120 gyermekről beszélünk, ők alapvetően a 7. osztálytól kapcsolódtak be, és a környékbeli általános iskoláknak a fiataljai közül
jöttek a programba. Fontos tudni, hogy egyébként, mivel ez egy pilot program, ezért volt egy kontrollcsoport is, tehát hogy olyan fiatalokat is igyekeztünk kísérni, illetve volt egy kutatás, ami végigkísérte ezt a programot 2018 óta, amely azt nézte, hogy ha a program nem lenne, azoknál a fiataloknál milyen eltérő eredmények lesznek egyébként tanulmányi eredményekbe, készségek szintjén, és hát majd most látjuk majd a végén a programnak, hogy milyen eredményeket értünk el. Előzetesen azt azért már látjuk, hogy ha nem lett volna a program, akkor sokkal nehezebb helyzetben lettek volna ezek a fiatalok. Ami a programnak egyébként egy nagy sajátosságát adta még, hogy itt alapvetően ugye digitális kompetenciák fejlesztéséről is beszélünk, és a Covid időszak ráerősített arra, hogy egy ilyen típusú programra egyre nagyobb szükség lesz, mert hogy ha ilyen helyzet áll elő, mint a pandémia alatt, akkor fontos, hogy a fiatalok tudják használni ezeket az eszközöket, legyenek ilyen eszközeik, és nehogy lemaradjanak mondjuk az oktatásban. Az elmúlt esztendőkben számos helyszínen jártak a gyerekek, rengeteg mindent megéltek együtt. A legjobb pillanatokról készült képes összeállítást is bemutatták a résztvevőknek egy vetítés formájában. Méltó összegzésként pedig a legszorgalmasabb tanulókat megjutalmazták. A nap sztár vendége Molnár Ferenc Karamell volt, aki a motivációs előadás mellett koncerttel is megörvendeztette az egybegyűlteket. Gyermekként álmodtam, és azt hittem, úgy lesz. Hittem az életben, és nem fáj a szívem. Tudtam, hogy én váltom meg majd a világot. Láttam a jövőmet, és semmi sem váltott. Lelkemben mindig ott volt valami dallam. Tudtam, hogy elmondhatok bármit egy dallam. Kicsit máshogy vagyunk összerakva. Nem biztos, hogy az a tanács, amit kap valaki, az a másik fiatalra is, vagy egy másik emberre ugyanúgy érvényes és ugyanúgy hasznos. Szóval éppen ezért megpróbálok valami olyan személyes, de mégis általános dologról beszélni, ami szerintem mindenképp fontos és elengedhetetlen, például a kitartás, vagy például a tanulásnak a fontossága, a versenyképesség, ha már így spontán bele csöppentem, szerintem a mai világban 2023-ban ez egy nagyon fontos kérdés, hogy a nehezebb sorsban élő fiatalok is felnőtt korukra versenyképesekké váljanak. Ez egy nagyon nehéz dolog szerintem, főleg akkor, hogyha valaki abban a bizonyos futóversenyben hátrányokkal indul, és egy kicsit messzebbről kell neki rugaszkodnia is, nehezített körülmény, szembeszéllel kell ugyanazt a pályát lefutnia. Szóval valami ilyesmiről próbálok beszélni, nyilván van ebben némi tapasztalatom, de valahogy mégis arról bizonyosodtam meg, hogyha az ember elég fanatikus, meg elég erős víziói vannak, akkor... Hát akkor az a helyzet, hogy igazából bárkiből lehet bármi, csak hinni kell benne, és ebben szerintem nagyon jó példákat is látunk. Ha jó régre visszatekintünk, akkor is akár a művészvilágban, vagy a tudományos világban, vagy csak egyszerűen az élet, így a hétköznapi életünkben, a hétköznapi pillanatokban, hál' Istennek vannak nehéz sorsból is kiemelkedett, sokat bizonyított emberek, és ezek mindenképp erős, meg jó példák. Csalódtam sokszor már, sok minden.
Köszönöm szépen! Köszönöm, hogy ma este is velem tartottak. Amennyiben lemaradtak volna adásunkról, akkor ezt és minden más műsorunkat televíziónk honlapján vagy YouTube csatornáján nézhetik vissza. Egy hét múlva újra várom Önöket a képernyők elé. További szép estét kívánok, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!